Augusztus 9-én szombaton a Fradi családi ünnep keretében felavatták a Groupama Aréna előtt álló sasszobrot. Az avatást követően Tarlós István főpolgármester és Szőke Gábor Miklós szobrászművész beszélt a szoborról, az avatásról, valamint a klub és a főváros kapcsolatáról. Remélem, hogy a főváros számára hasonlót jelent, mint az én számomra, a magyar labdarúgás első számú szentélyét, hiszen nincs még egy olyan csapat Magyarországon, amelyik olyan méltó módon és olyan hagyományokkal képviselni a magyar labdarúgást, mint a Fradi. 28 bajnokság, 20 kupa győzelem, VVK győzelem 1965-ben, és Magyarország egyetlen aranylabdása. Ez mind-mind a Fradihoz kötődik. Sasszoborról technikailag azt, hogy az Európa legnagyobb madárábrázolása jelenleg, 16 méter a szárnyfesztáva, 10 méter hosszú és 8 méter magas, rozsdamentes acélból álló 18 tonnás szobor összesen, betonnal együtt. Egy éve kezdtem el a témáján gondolkodni, ugye a Fradi címerben látható sas totemből indultam ki, és egy totemet szerettem volna újra értelmezni és megfogalmazni ebben a léptékben, és nagyjából egy ilyen 7 hónapos munka után született meg ez a szobor, ami itt látható. Remélem ezt a sast, amelyik kabala állata a Fradinak igazából 1928 óta, bár akkor még turul volt, Szever János bácsi aztán 92-ben magára öltötte a jelzeszt, azóta hivatalos kabalállat. Remélem, hogy ezt csodálni, szeretni és egy kicsit félni is fogják az ellenfeleink.